Köszönöm szépen. Hát nagyon jó itt lenni ekkora családban. És érzem, hogy forró a levegő, de nem csak a Celsius fokok miatt, hanem átjön a levegőn ez a fajta lelkesedés, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Próbálom magamba szívni ezt a sok energiát és lelkesítést, amit tőletek kapok, önöktől kapok nap mint nap. Éppen amikor jöttem a feleségemmel az autóba, akkor azon gondolkodtunk, hogy a mi kapcsolatunk az tulajdonképpen egyidős a rendszerváltással, körülbelül, hiszen 20 éve ismerjük egymást, 20 éve vagyunk együtt. És azt kell mondjam, hogy 20 éve van mögöttem, 20 éve áll mögöttem és támogat és segít, és amit elértem, azt nélküle és a családom nélkül nem tehettem volna, ez egészen biztos. De 20 évvel ezelőtt volt egy rendszerváltás. Én akkor gimnáziumba jártam, a feleségemmel közös osztályba, és akkor az osztályfőnöki órán, testnevelési óra helyett néztük közösen azt, amikor bejelenti Szűrös Mátyás a köztársaság kikiáltását. És akkor utána ezen a rendkívüli osztályfőnöki órán arról beszélgettünk, hogy miről is szól a rendszerváltás álma, miért akar Magyarország változást. És akkor az osztályfőnök három szóban foglalta össze ennek a rendszerváltásnak a lényegét. Az egyik az, hogy szabadságot akarunk. A másik az, hogy demokráciát akarunk. A harmadik pedig az, hogy jólétet akarunk. És azt gondolom, hogy ez a rendszerváltásnak az álma. Mi magyarok azt gondoltuk 20 évvel ezelőtt, hogy ez az a három dolog, amiért érdemes ezt a rendszert váltani, és amitől azt vártuk, hogy jobbra fordul a sorsunk. És az elmúlt 20 évben nagyon sok minden történt. Kiépült a piacgazdaság, plurális demokráciában élünk, jogállam van, tiszteljük az emberi szabadságjogokat, és az életminőség is sokat változott az elmúlt 20 évben. De egészen biztosan nem értünk még ennek az útnak a végére. Nem értünk a végére, és még sok a teendőnk ezen az úton, hiszen Magyarország ma valahol az Európai Uniós átlag életszínvonal, átlag fejlettségnek a 60-64%-a körül van. Éppen ezért sokat kell még dolgoznunk annak érdekében, hogy beteljesítsük a rendszerváltás álmát, hogy megvalósítsuk azt, ami miatt tulajdonképpen ebbe a rendszerváltásba fogtunk. És az is igaz, hogy sajnos ma Magyarországon továbbra is, most már nem külső, hanem belső határok szabdálják az országot. És ezek a határok ugyanannyira áttörhetetlennek tűnnek, mint annak idején a vasfüggöny, amilyen volt. Hiszen határ húzódik a szegények és a gazdagok között. Határ húzódik a leszakadó Magyarország és a modern Magyarország között. Határ húzódik a képzetlenek és a versenyképes tudással rendelkezők között. És határ húzódik a roma polgártársaink és a magyarok között, de ugyanígy létezik egyfajta politikai határ is a jobboldali és a baloldali magyar állampolgárok között. Ezért, kedves barátaim, a magyar baloldalnak a következő 20 évben az a feladata, hogy ugyanúgy bontsa le ezeket a határokat, mint ahogy azt Németh Miklós és Horn Gyula nemzedéke tette a vasfüggönnyel. Azt kell, hogy mondjam, hogy történelmi pillanatban találkozunk a mai nap. Történelmi a pillanat, és ezt mindenkinek pontosan értenie és éreznie kell. Ma Magyarországon három válság nehezíti az ország dolgát. Az első az a gazdasági világválság. Mindnyájunk megtapasztaltuk, hogy ez a gazdasági világválság visszavetette az ország gazdaságát, és nagyon sok szenvedést okozott az embereknek. Ez a gazdasági világválság nem csak Magyarországra hozott ilyen bajt, hanem a világ számos más országára. És amikor 10-12 hónappal ezelőtt a Magyar Szocialista Párt úgy döntött, hogy egy azonnali, hatékony válságkezelésbe kezd, akkor szerintem helyes és tisztességes döntést hoztunk. És ennek a döntésnek ma már érződnek az eredménye, és ez mindenféleképpen jó hír, hiszen 10 hónappal ezelőtt még arról szóltak a kommentárok külföldről és itthonról is, hogy vajon mi lesz Magyarországgal, vajon
ki tud-e kecmeregni ebből a válságból. És ma azt láthatjuk, hogy Magyarország sokkal jobban teljesít, mint az Európai Unió számos másik országa. És ez megadja nekünk a lehetőséget arra, hogy megint Európa élvonalába kerülhessünk. És azt gondolom, hogy ezeket a döntéseket felvállalni igazi nemzetmentő feladat, igazi bátor döntés volt, mert amikor ezt elvállaltuk, akkor pontosan tudtuk, hogy nagyon sokan bennünket fognak vádolni, baloldaliakat azért, amiért ezeket a nehéz döntéseket meghozzuk, és ezáltal áldozatvállalásra kényszerítjük az országot. De a politikának pont az a lényege, hogy ilyen embert próbáló időkben is képesek vagyunk meghozni a helyes döntéseket. És természetesen ez a siker nem jöhetett volna részre az ország polgárai nélkül, a Magyar Szocialista Párt támogatása nélkül, és nem jöhetett volna létre a Magyar Szocialista Párt frakciójának kitartó munkája nélkül. Úgyhogy köszönet illeti őket ezért egészen biztosan. És természetes, hogy még egy embernek köszönet kell, hogy legyen a része, ez pedig a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, Bajnai Gordon. De nem csak a gazdasági válság az, ami nehezíti Magyarország dolgát. Van két másik válság, ami ugyanilyen nagy problémát okoz az országnak. Az egyik egy politikai válság. Szerintem mindannyian érezzük itt a teremben is és a termen kívül, hogy az elmúlt 20 évben a politika nagyon sokat vesztett a hiteléből. Elvesztettük a bizalmunkat a politikában. És pontosan emiatt a bizalomvesztés miatt és a sok megszegett ígéret miatt nagyon sok magyar választó ma úgy érezheti, hogy elvesztette a hitét azokban a politikusokban, akiket megválasztott. És éppen ezért az egész politikai rendszerünk kérdőjeleződik meg. Ez a válság nagyon súlyos válság, amit talán nehezebben lehet kezelni, mint a gazdasági világválságot. És a harmadik ilyen válság, ez egy demokratikus válság. Ez a válság arról szól, hogy pontosan a nehéz gazdasági körülmények miatt, amelyek sokkolták a magyar választópolgárokat, a magyar embereket, és az a fajta bizalomvesztés, amiről az imént beszéltem, a politika, a politikusok irányába, ez lehetővé tette azt, hogy megint csak viharfelhők gyűjjenek a magyar demokrácia egén. Ezek a viharfelhők a szélsőségek és a radikalizmus sötét felhői. És ezek a felhők beárnyékolnak mindent, amiben a demokraták és a humanisták hisznek Magyarországon. És én ma azért állok itt önök előtt, azért jöttem ide, hogy ezzel a három válsággal megbirkózzak, hogy szembe menjek ezzel a három válsággal, mind a hárommal. Hiszen az az út, amit én ajánlok a magyar baloldalnak, a magyar embereknek, az a jövőről szól, a jövőbe vezet. Arról szól, hogy a haladást kell, hogy válasszuk a visszafordulás helyett. Az általam ajánlott út, az fenntartja a gazdaság növekedését, emeli az életszínvonalat, és biztonságot nyújt a nyugdíjasoknak, a rászorulóknak és a munkából élő embereknek egyaránt. És ez az út, ez olyan út, amin ha végigmegyünk, akkor egy új politikai kultúrát tudunk meghonosítani Magyarországon. Egy olyan új politikai kultúrát, amelyik visszaadja a közbizalmat, és helyreállítja a politika presztízsét, amire igenis nagy szüksége van a magyar demokráciának. De kedves barátaim, ez az az út is, ami arról szól, hogy szembe fogunk határozottan, keményen és bátran menni a társadalom radikalizálódásával, és meg fogjuk védeni a demokráciát, a szabadságot, a jogállamiságot,
és az emberi méltóságot. És természetesen minden történelmi pillanat egyben korszakhatárt is jelent. És mi is korszakhatárhoz érkeztünk. Hiszen ez a gazdasági világválság, ami beköszöntött, ez megrengette nagyon sok ország nemzetgazdaságát. Ez a különböző kormányokat arra kényszerítette, hogy beavatkozzanak, hogy megszorítsanak, hogy a kiadásokat visszafogják. És arra kényszerítette sajnos a magyar embereket is, hogy alkalmazkodjanak ehhez a válsághoz. De nem csak ez történt, nem csak ezt okozta ez a világgazdasági válság, hanem azt is, hogy ledöntött számos tabut, amit az elmúlt években tabuként, fétisként kezeltünk. Ebben az első és legfontosabb talán a piac mindenhatóságába vetett hit. Kiderült és egyértelművé vált, hogy az Adam Smith által lerajzolt, láthatatlan kéz, amely ugye a piacot és a gazdaságot vezérli, az nem csak láthatatlan, hanem tehetetlen is. A másik ilyen tabu, amivel le kell, hogy számoljunk, az a fogyasztás mértéktelen ösztönzése, hiszen ez a fajta politika, ez arra ösztönzi a lakosságot, hogy minél több hitelt vegyen föl, és mininkább eladósodjon. Ennek egyszer mindenkorra gátat érdemes vetni. És a harmadik ilyen az a profit korlátlan hajhászása. A pénzügyi szektorban olyan kockázatokat vállaltak az ott dolgozók, ezek a cégek, amelyek tulajdonképpen elindították ezt a pénzügyi világválságot, amely végig sepert a magyar földgolyón. Ez azt gondolom, hogy ez megengedhetetlen, ez ellen tenni kell. És éppen ez a politika mutatja azt, hogy a neoliberális és a neokonzervatív gazdaságpolitika csődbe ment, bemutatta az elmúlt időszak azt, hogy milyen korlátjai vannak ennek a politikának. És éppen ezért azok, akik arról beszélnek, hogy már most temetik a baloldalt, a baloldali értékrendet, a baloldali eszméket, ez ebből is világosan látszik, hogy azok tévednek. A baloldali eszmékre. A baloldali eszmékre és a baloldali értékekre a következő időszakban nagyon-nagyon szükségünk lesz. Nem csak itt Magyarországon, hanem a világon mindenhol. És a baloldali politikára, amit mi itt most Magyarországon képviselünk, arra pedig az országnak lesz nagyon komoly szüksége a következő időszakban. És hát mérföldkőhöz érkeztünk. A világgazdasági válság lezárt egy korszakot. Az új évtized soha nem látott kihívások elé állította a nemzetet. Éppen ezért ki kell, hogy jelöljük Magyarország helyét és szerepét a válság utáni világban. Az egész nemzetet átfogó modernizációra van szükség. A nemzeti modernizáció valamennyi magyar felemelkedését kell, hogy szolgálja, és az élet minden területére ki kell, hogy terjedjen. Ez a nemzeti modernizáció több cikluson keresztül kell, hogy kitűzzön célokat. És ez az egész nemzet közös vállalkozása kell, hogy legyen, éppen ezért a megvalósítása érdekében közmegegyezésre kell, hogy jussunk. A sikeres válságkezelés nyomán történelmi lehetőség előtt áll az ország. Az eddigi reformkísérletek mindegyikét költségvetési megszorítások kényszere kísérte. Első ízben kezdhetjük el Magyarország modernizációját gazdasági növekedés feltételei között. Ezért lehetőség lesz a változás negatív hatásait szociálisan igazságos módon tompítani. Szigorú és felelős gazdálkodás mellett a következő 4 évben mintegy 2000 milliárd forinttal bővül a gazdaság. És az a kérdés, hogy mire fordítjuk ezt a többletet. A mi válaszunk egyszerű. Azt mondjuk, hogy nem osztogatni kell, hanem befektetni. Hogy közeledjünk a rendszerváltás álmának beteljesítéséhez. A növekedés hasznát azoknak kell adni, akiket a válság a leginkább sújtott. De úgy, hogy ne veszélyeztessük az ország hosszú távú fejlődését. A mi programunk konkrét, reális és megvalósítható. Szeretném meg is mutatni. Van olyan párt, ahol
nincs még kötve, fűzve a program. Ez nem a szocialista párt. A program mintegy 50 oldala, 14 fejezete, tartalmaz az elért eredményeket, a szakmapolitikai programokat, és azokat a vállalásokat, amit most a következő vállaláson a Magyar Szocialista Párt a választóknak ajánl. Ebből a programból most azokat a területeket érinteném, amelyek kulcsfontosságúak a jövő szempontjából. Ilyen a foglalkoztatáspolitika, az oktatáspolitika, a szociális terület, az egészségügy, a vidékfejlesztés, a gazdaság és az állam szerepe. Kezdjük rögtön a munkával, a foglalkoztatáspolitikával. Az ország fejlődésének útja a foglalkoztatás bővítésén keresztül vezet. Ehhez az kell, hogy legyen elég munkahely, és megérje tisztességesen munkát adni és vállalni. Ezért folytatjuk az adócsökkentést, 4 év alatt összesen 4%-kal csökkentjük a munkavállalók terhét, hogy többen dolgozzanak és többen fizessenek kevesebb adót. És ezért ösztönözzük a munkaerő mobilitását. Ezért adunk 2011-től a minimálbér összegéig terjedő szakmunkás ösztöndíjat a hiány szakmát tanuló fiataloknak. A másik ilyen fontos terület az oktatás. Csak úgy fejlődhet az ország, ha fejlődnek, tanulnak lakói is. Olyan országot akarunk, ahol gondozzák a tehetségeket, elismerik a teljesítményt, és méltányolják a tudást. Ez a mi igazi természeti kincsünk. Ezért fektetünk be az oktatásba, az innovációba és a kutatásfejlesztésbe minden korábbinál többet. Ezért visszük véghez több mint 100 milliárd forint beruházással a megkezdett nemzeti iskolafejlesztési programot. És ezért tesszük ingyenesen elérhetővé a tankönyveket a közoktatásban. És ezért indítunk nemzeti nyelvtanulási programot, hogy a 35 éven felüliek ingyen elsajátíthassanak egy nyelvet alapfokon. Harmadik a szociális rendszer. Megvédjük a rászorulók érdekeit, és megőrizzük a szociális juttatásoknak a fenntarthatóságát. Úgy modernizáljuk a szociális rendszert, hogy annak jusson több a közösből, akinek erre nagyobb szüksége van. Aki képes és van rá lehetősége, az viszont munkából éljen meg. De az, aki képtelen egyedül boldogulni, annak igenis kötelességünk támogatást nyújtani. És az egészségügy területén a kor követelményeihez igazítjuk az egészségügyi rendszerünket. Ezért bővítjük a járóbeteg szakellátás kapacitását, az uniós források segítségével pedig tovább modernizáljuk a kórházak és rendelők műszerparkját. Öt éves bérfelzárkóztatási programot indítunk, amivel az egészségügyi dolgozók átlagkeresetét a nemzetgazdasági átlag másfélszeresére emeljük. Négy év alatt pedig ötszörösére emeljük az egészségügyi kutatások állami támogatására szánt forrásokat. És az ötödik a vidékfejlesztés, amiről Gráf József biztos sokat beszélt már. Hiszen sikeres magyar vidék nélkül nem létezik sikeres Magyarország. Tovább küzdünk a területi egyenlőtlenségek felszámolásáért, és megvédjük a magyar földet és a magyar gazdák érdekeit az Unióban, elérjük a külföldiek magyarországi földvásárlását akadályozó moratórium meghosszabbítását. Emellett kiemelten támogatjuk a bioenergia előállítását, és segítjük a háztáji értékesítés elterjesztését és a szociális szövetkezetek létrejöttét. És a hatodik a gazdaság. Felelős, kiszámítható, nemzeti gazdaságpolitikát folytatunk akkor, ha megvédjük a válságkezelés eredményét, a költségvetés stabilitását és a forint árfolyamát.
De kedves barátaim, szeretném jelezni, hogy ez nem cél, hanem eszköz. A stabil költségvetés, az erős forint, a kordában tartott infláció mind a nemzeti és egyéni gyarapodás eszköze. Ez a feltétele annak, hogy tartósan bővüljön a gazdaság, hogy a cégek megőrizzék működőképességüket, és minél több állást kínáljanak a magyar embereknek. És mert mindez együtt alapozza meg, hogy a következő években jóval az uniós átlag felett növekedjék a gazdaság, így lehetünk újból a térség éllovasai. És ki kell használni Magyarország komparatív előnyeit. Meg kell jelölni a gazdaság húzó ágazatait. Ilyen lehet például a gyógyszeripar, a biotechnológia, a logisztika, az autógyártás, a szolgáltató ágazatok, a kutatásfejlesztés, az infokommunikáció, a zöld gazdaság, a turizmus, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar. És az általam említett gazdasági területek azért felsorásszerűek, mert ezekben a kérdésekben is közmegegyezésre van szükség, hiszen a fejlesztés hosszú távú tervezést igényel és hosszú távú munkát. A hetedik az állam szerepe, hiszen a sikeres modernizációhoz hatékony, szervező és fejlesztő államra van szükség, amely nem fél beavatkozni ott és akkor, ahol arra szükség van. És még egyszer szeretném megmutatni a programot. Természetesen ebben a programban sokkal több van, sokkal részletesebben foglalkozunk a különböző szakmapolitikai kérdésekkel. Azt is mondhatnám, hogy ez a Magyar Szocialista Párt kormány programja. De hogy ezt a politikát be tudjuk teljesíteni, hogy véghez tudjuk vinni ezt a politikát, hogy be tudjuk teljesíteni a rendszerváltás álmát, ehhez olyan politikusokra van szükségünk, akik a nemzetet szolgálni akarják, és nem uralkodni rajta. Olyan politikusokra, akik az ország érdekét fontosabbnak tartják, mint a politikai zsákmányszerzés. Amikor készültem a mai beszédemre, akkor eszembe jutott egy Gandhi idézet. Ez az idézet úgy hangzik, hogy nem mi politikusok teszünk szívességet a társadalomnak azzal, hogy szolgáljuk őket, hanem a társadalom tesz szívességet nekünk azzal, hogy a lehetőséget biztosítja erre a szolgálatra. És kedves barátaim, ez az igazi változás. Ez az igazi változás. Ilyen politikusokra van szüksége a magyar nemzetnek, a magyar hazának. És akkor tudjuk beteljesíteni a rendszerváltás álmát. A magyar politikai életnek abba kell hagynia azt a hagyományát, hogy csak azzal foglalkozik, hogy hogyan tudja a másikat megsemmisíteni, megtizedelni, megalázni vagy levadászni. A következő 20 évben a politikának arról kell szólni, amiért bennünket az országgyűlésbe küldenek a választópolgárok. Arról, hogy mit akarunk tenni ezzel az országgal, mit akarunk tenni az itt élő magyar állampolgárok életminőségének javításáért. És ezzel nem azt mondom, hogy nincs szükség a konfliktusra és a vitára. Igen, a vita jó, de akkor jó csak a vita, ha a tartalomról szól, a megoldásokról szól, és nem egymás mocskolásáról. Én erre a típusú politikára szegődök. Én ebben a politikai kultúrában hiszek. Abban a politikai kultúrában, ahol nem szégyen elismerni azt, hogyha a másiknak igaza van. És
És az sem szégyen, és nem a gyengeség jele, ha beismerjük azt, hogy valamiben tévedtünk, sőt, pont az ellenkezője. A magabiztosság és a szilárd értékrendnek a jele az, hogyha képesek vagyunk elismerni a másik igazát, és beismerni a saját tévedéseinket. És biztos most a következő mondatainál itt a jelenlévők a terembe is megmosolyogni fognak, és egészen biztosan a termen kívül is sokan megmosolyognának ezért. De el kell, hogy mondjam, mert ebben hiszek. Kevés olyan szakma van a világon, amelynek segítségével annyi jót lehetne tenni az embereknek, mint a politikusi hitvallás. És ez még akkor is így van, hogyha látjuk, hogy az elmúlt 20 évben rengeteg korrupciós botrány, politikai botrány volt kénytelen elviselni a magyar választói grémium. És ez nem jó, barátaim. Nem jó az, hogyha korrupciós ügyek és politikai botrányok övezik a magyar politikai életet. Ez rombolja a közbizalmat, rombolja a politikába vetett hitet. Ez ellen tenni kell. De az is biztos, hogy ez nem egy éve kezdődött, és nem 4 éve kezdődött, sőt, még csak nem is 8 éve kezdődött. Ezen botrányoknak a sorozata végigkíséri az újkori Magyarország történelmét. És ez baj, barátaim, ez ellen tennünk kell, bátran tennünk kell. Éppen ezért én azt gondolom, hogy mivel az elmúlt 20 évben ez folyamatosan jelen volt ez a probléma, minden kormány, függetlenül, hogy melyik pártról volt szó, érintett. Függetlenül, hogy helyi vagy országos szintről volt szó. Ez ellen egyszer s mindenkorra tennünk kell. Ezzel egyszer s mindenkorra le kell, hogy számoljunk. Azokból az esetekből, amik az elmúlt 20 évben történtek, minden politikusnak tanulnia kell. Mi egészen biztosan meg fogjuk tanulni a leckét. Hiszen a Magyar Szocialista Pártnak nagyon sok kárt okoztak ezek a botrányok. Nagyon sokan fordultak el tőlünk azért, mert azt gondolták, hogy mi nem teszünk ez ellen semmit. De ez nem igaz. Mi vagyunk az a párt, amelyik beterjesztette az országgyűlésnek a pártfinanszírozási törvényt. Mi vagyunk az a párt, amelyik beterjesztette az országgyűlésnek a kampányfinanszírozási törvényt. A Magyar Szocialista Párt frakciója 100%-ban támogatta ezeket a kezdeményezéseket. Nem beszélve a különböző munkatörvénykönyvének a módosításával, amivel megakadályozhatjuk azt, hogy olyan ügyek kerüljenek megint elő, mint amit az elmúlt időszakban tapasztalhattunk. És ezen az úton bátran, határozottan kell tovább menjünk. Éppen ezért én azt mondom, hogy új vezetőkre van szükségünk. Olyan új vezetőkre, akik képesek és akarnak szakítani a múlt kétes tradícióival, kétes hagyományaival. Olyan politikusokra, akik kellően bátrak ahhoz, hogy kimerjék mondani az igazságot, és felmerjék vállalni a változás szükségességét. Ugyanis, kedves barátaim, nem nézhetjük tovább bekötött szemmel a politikai rendszerünknek az erodálását. Kedves barátaim, van még egy fontos dolog, amiről mindenféleképpen őszintén kell, hogy beszéljünk a mai nap. Erősödik Magyarországon egy szélsőjobboldali mozgalom. Különösen azokban a megyéinkben, ahol magas a cigány lakosságnak a száma. Nagyon egyszerű politikát alkalmaznak, a célkeresztbe most a cigányságot állították. És akár itt mondhatnák sokan azt, hogy hát megrántjuk a vállunkat, és azt mondjuk, hogy hát ők a cigányok, mi nem vagyunk cigányok, ezért ezzel nekünk olyan sok dolgunk nincsen. Ez helyes ez így? Egészen biztosan nem. Ugyanis ma a cigányok, holnap pedig azok, akik nem értenek velük egyet.
az a szélsőjobboldali párt, amelynek az ideológiája, a programja és a magatartása komoly veszélyt jelent a magyar demokráciára, a magyar jogállamra. Éppen ezért abba kell egyszer s mindenkorra hagyni a mellébeszélést, őszinte egyenes mondatokat kell mondani, és bátran cselekedni. Úgy is mondhatnám, hogy véget kell vetni a kettős beszédnek és a körmondfont fogalmazásnak. Sőt, azt is mondhatnám, hogy itt az idő. Igen, nem mosolyogatok, itt az idő, hogy végre Orbán Viktor és a Fidesz is csatlakozzon a Magyar Szocialista Párthoz a szélsőségekkel szembeni küzdelemben. Én, kedves barátaim, abban hiszek, hogy a demokrácia gyermek betegségeit csak még több demokráciával lehet gyógyítani. Ezért azt vállalom, hogy megvédjük a demokráciát, megvédjük a jogállamot, megvédjük a szabadságot, és megvédjük az emberi méltóságot. Kiállunk azok mellett, akiket faji, etnikai, vagy éppen politikai hovatartozása miatt bármilyen diszkrimináció ér. Sőt, kedves barátaim, meg kell, hogy védjük a magánélet szentségét is. Nem helyes, hogyha bármely politikus, bármely politika erő folyamatosan nap mint nap meg akar bennünket tanítani arra, hogy hogyan kell, hogy éljük az életünket. Bízzuk rá ezt a magyar emberekre. És természetesen fellépünk minden gyűlöletet gerjesztő megnyilvánulás ellen, mert ez a radikalizmus malmára hajtja a vizet, és a dübörgő bakancsokkal csak az álmainkat taposhatjuk el. És arról is kell egy szót ejtsünk, hogy bizony nagyon sokan kiábrándultak a magyar baloldalból. Sokan úgy gondolják, hogy bizonytalanok abban, hogy elmenjenek-e szavazni, és kire adják le a voksukat. Nekik szeretném üzenni azt, hogy ma Magyarországon egyetlen egy politikai közösség van, a Magyar Szocialista Párt, amely valódi politikai otthont adhat mindazoknak, akiknek fontos a demokrácia, a jogállam, a szabadság, a baloldali és liberális értékek. Mi vagyunk azok, akik erővel ki fogunk tudni állni ezek mellett, az értékek mellett, ezért minél többen támogatják a baloldalt, annál erősebb tud lenni ez a kiállás. És értem a kiábrándultságot, de mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy április 11-én minden magyar embernek kell hozni egy döntést. És ennek a döntésnek komoly tétje és komoly következménye van. Ennek a döntésnek az a lényege, hogy milyen világban szeretnének élni a magyar emberek. Olyan világban, ahol bármitől is félni kell, vagy olyan világban, ahol nyugodtan élhetjük a mindennapjainkat. Éppen ezért azt ajánlom a bizonytalankodó szavazók figyelmébe, hogy a távol maradás is döntés, és ennek a döntésnek az a következménye, hogy aki távol marad, az a szélső jobb oldalra szavaz. Kedves barátaim, én egy vagyok a 15 millió magyar közül. Baloldali, a hazáját szenvedélyesen szerető politikus.
hiszek a magyar emberekben, és hiszek abban, hogy közösen meg tudjuk valósítani a rendszerváltás álmát. De azt is értem és hallom, hogy sokan ilyenkor megkérdezhetik magukban, vagy a mellette ülőtől, hogy de miben más ez az ember, mint a többi eddig látott vezető? Miért higgyük el neki, hogy ő végigmegy ez az úton, és beteljesíti azokat az ígéreteket, amiket itt elmondott? Hiszen annyiszor csalódtunk már a politikában, annyiszor szekték meg politikusok az ígéreteiket, hogy vajon most mitől lesz más? Mitől hihetjük el pont neki, hogy neki megvan a szándéka, ereje, hogy végigmenjen ezen az úton? És erre csak azt tudom önöknek mondani. Én egy új jelölt vagyok, egy új világképpel. És ennek a világképnek a megvalósítására tettem föl az életem. Ennek a világképnek a megvalósulásától és sikerétől függ a gyermekeim sorsa és jövője. És nem hiszem, hogy kell ennél nagyobb motiváció, hogy közösen beváltsuk ezt a rendszerváltás álmát. És azt kell, hogy mondjam, hogy megvan bennem az a bátorság és erő, ami ahhoz kell, hogy szakítsak a múlt hibáival. És éppen ezért egy új irányt ajánlok önöknek, és ennek az új iránynak az a lényege, hogyha ez beteljesül, akkor ez az új irány, ez fellendüléshez vezet, visszaállítja a közbizalmat, és megszünteti a félelem légkörét. És kérem önöket, hogy értsék meg, hogy ezt mi egyedül politikusok nem tudjuk beteljesíteni, nem tudjuk végigvinni. Ehhez szükség van az önök támogatására is. Szükség van önökre, hogy támogassanak bennünket, hogy be tudjuk váltani ezt a jövőképet. Hogy meg tudjuk valósítani azt, amiben hiszünk, amit helyesnek tartunk. Ezért kérem önöket, támogassák a Magyar Szocialista Pártot és annak jelöltjeit. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Én készen állok, megvan bennem az az erő, hogy végigmenjek ezen az úton. Semmi nem tud eltántorítani ettől. Keményen végig fogom küzdeni, bármi is jöjjön szembe velünk ezen az úton. De egy kérdés marad, hogy én mellettem van-e még ebben a teremben, aki hajlandó velem jönni? Igen vagy nem? Hadd halljam, mert nem hallom teljesen. Még egyszer, igen? 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 Akkor induljunk együtt! És csináljuk meg, amire vállalkoztunk. Utánam, srácok! Köszönöm szépen a figyelmet. Hajrá, NSZP!